Szerintem ezt már mondtam nektek korábban, de én azt hittem, hogy most már tényleg láttuk az összes toplistás csatornát, tehát hogy már mindenen túl vagyunk, de nem. Mert van a Toplisták nevű Toplisták csatorna, akiknek most a 10 neveletlen diák című videóját fogjuk megnézni, hogy kicsit így a 10 év alatti demográfiát is megbusztoljuk, mert kezdek már kivenni a divatból, már boomer a Nessali, nem néznek a fiatalok, úgyhogy most ezzel a videóval megvesszük őket, srácok. A viccet félretéve küldöm az eredeti tartalom linkjét, tessék ráfejelni, tessék támogatni az eredeti feltöltőt, ott lesz YouTube-on is kiemelt hozzászólásba, és nézzük meg a toplisták, top 10 neveletlen diák, vagy 10 neveletlen diák tartalmát. Egyrészt nagyon röhöglék, hogyha kivetített képekről lenne szó a videóban, mert hogy diák, igen, másrészt, nem tudom, gondolom, hogy ilyen prank, osztály, 9. osztályos prank lesz ebben, vagy nem tudom. Nézzük meg, 580 ezre megnézték, biztos vicci. Úgyhogy menjünk és nevessünk. Szerintetek ezekért a zenékért fizetnek így a reklám? Na mindegy. Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. Szia Geri, és mi a tapsod be? Geri megtapsoltatja mag, ez tetszik, így kell, ez az Geri, meg, tapsoltasd meg magad. Hát látszik, jó embertől tanultál, ez így kell. Köszönjetek Gerinek, természetesen nézzük Geri, mutasd meg Geri. Mivel az ostoba tanáros videóm elég felkapott lett, ezért, hogy ne higgyétek azt, hogy én tanárellenes vagy netán tanárgyűlölő vagyok, ezért a mai videóban ti... Pedig láttam, a Redditen már vitatkoztak róla, hogy a Geri tanárgyűlölő. Mentek a pro és kontrák, egymásnak feszültek az észérvek, és mond, ez a Geri, meg ez nagy tanárgyűlölő amúgy, de most meglátjuk, hogy magyarázkodik. Ez most a Gerinek a bocsánat kérő videója lesz, úgyhogy figyeljünk. 10 idióta féleszű diákot fogok bemutatni nektek, akik elfogadhatatlan viselkedésükkel pokollá varázsolták tanáraik, és egyes esetekben a diáktársaik életét is. Tehát azt akarod mondani, hogy faszkalapok, csak nem akartad így fogalmazni, jó? Ha a szüleid vagy a tanáraid azt mondanák rád, hogy te rossz diák vagy, és tűrhetetlen, amit művelsz, akkor nyugodtan mutasd meg nekik ezt. Ki beszél így? Geri, te találkoztál már olyan emberrel, aki ezeket a szavakat használja? Vagy te 1890-ből utaztál előre az időbe, csak azért mondom, hogy szóljál! Viccelek. Ezt a videót, hát ha elgondolkodnak majd a dolgon. Igen, hát ha jól elgondolkodnak a dolgon, hogy azt a kutyafáját, hogy a csimborasszó rúgná meg a lábát, hogy milyen neveletlen egye bugatta? Így. Hey, hát nem is olyan rossz gyerek ez te jány. Ha pedig te lepipálod a videóban lévő diákokat, akkor sajnálom, nem tudok rajtad segíteni. Akkor te is egy büdös paraszt vagy. Hiszen minden bizonnyal te egy igen elviselhetetlen diák vagy. Egy igen elviselhetetlen diák. Én szerintem meg a szemébe kell mondani a fiataloknak. Elég volt a köntörfalazásból. Nem kell ilyen, nem kell mellé beszélni. Meg kell neki mondani, a szájbarúgást követően, na jó, nem, mert... Milyen apukának fognak engem nézni? Viccelek! Ugorjunk is neki. 10. Dante. A Devil May Cry-os Dante? Mondjuk biztos járt iskolába, igen. Egy angol tanár elmondásai szerint az iskolában, ahol tanított, volt egy Dante nevű fiú, aki borzasztó viselkedésével megkeserítette a tanárai életét. Állandóan démonokra vadászott, azt mondta, hogy Ebony and Ivory, és keresztbe lőtte a Desert Eagle-ökkel a tanárait. És így nem tudtak vele mit csinálni. Ez a Dante! A történetet mesélő tanár szerint előfordult olyan eset, hogy Dante odahívta őt magához. És torkon lőtte! Bocsánat! Amerikában nem menne ekkor, hát ez a vicc, hála Istennek, ilyen probléma itthon nincsen. Egyébként csak mondom, mielőtt engem is felakasztanak a tanárok, nekem édesanyám tanár, úgyhogy én amúgy a tanárok oldalán állok, és átérzem a pöcsfejeket, de azért hadd érezzem jól magam. Majd fingott egyet, és őrült vihorászásba kezdett. A fiú a... Kösék?
tanárok szerencséjére hetente csupán egyszer vagy kétszer tévedt be az iskolába, ám ezeken a napokon a tanárok alig tudtak haladni a tananyaggal. Dante ugyanis Dante tüzet nyitott. Folyamatosan zavarta az órákat, aminek elképzeléseim szerint a diákok sem örülhettek annyira. Hát de lehet, hogy csak bélcsavarodása volt. Hát lehet, hogy egy igazi jótét lélek volt. Csak azért nem tudott bejárni, mert hát szegénynek a bélműködése nem tette lehetővé, hogy elhagyja a legszentebb helyiségét otthon. Ezért én nem csúfolnám ki. Én azt mondom, ha valakit nem érdekel az óra, akkor inkább az maradjon csendben és foglalja el magát valami hasznossal, de ne zavarja a többieket. Márhogy fingással? Mert attól, hogy őt nem érdekli, mást még érdekelhet a tananyag. A másik meg, ha... Hát én nem hiszem, hogy azért fingik, mert nem érdekli, azért álljon már meg a menet. Hát gondolom nem a hónaljával csinálta unalmába. Már úgyis kötelező bent ülni az iskolában, akkor talán érdemesebb lenne odafigyelni a tanárra. Jó, hát szegény Dante... egy kicsit gáz volt. Ezért mit fogok kapni ezért a videóért? Na de térjünk is vissza a nem meglepő módon folyamatosan bukásra álló Dantéra és a szülői értekezletekre. Dante ugyanis a szülői értekezleteken is igen kiemelt személy volt, ugyanis a tanárok egytől egyik csak panaszkodni tudtak a fiú anyukájának. A tanárok elmondták, hogy Dante alig jár be az iskolába, megállás nélkül zavarja az órákat, és még tiszteletlen is a tanárokkal szemben. Dante anyukája meg behozta az orvosi igazolást, hogy krónikus bélcsavarodása van, és mindenkit kikenszölöztök, aki bántotta Dantét. De csak annyit reagált, hogy felkereste a tanácsadót, majd azt mondta, hogy nem érti, miért hazudik az összes tanár a fiáról. Itt szeretnék gratulálni... Milyen tanácsadót keresett föl? ...a kedves anyukának is, hogy legalább volt annyi esze, hogy szüljön egy gyereket, és ilyen elképesztően magas intelligenciával eddig életben maradjon. Hú, de judgmental ez a videó, basz meg! Dani! Hogy Dani? Daninak hi... Dani! Rámentük a jó, hülye, ezért bekemény, Geri, igen, Geri, aki Dani, Geri, Gerikém. Hát azért jó, megmondtuk Geri anyukának. Bár... Na most a viccet félretéve nyilván van így személy közvetve személyes tapasztalatom is. Igen, az nyilván rossz, amikor a szülő úgy áll hozzá a tanár visszajelzésére, hogy az én gyerekem, az még a száján se jött ki soha szellő, nem hogy a seggin, az biztos, hogy nem fingott. Én azt éreztem volna. Tehát tanárnéni nem volt ilyen. Ezt kitalálták. Én tudom, hogy szagos a hónalja tesi után, de hogy nem fingik, az én gyerekem az soha. Az a Dante az nem olyan. Tehát, hogy amikor így állnak hozzá a szülők a gyerekhez, az egyébként nyilván nem jó, hogy hát ki az én gyerekem, az biztos nem néz Nessai videókat, nem. Szóval gratulálok. 9. Okoskodó. Ajaj. Sokan biztosan tudjátok, hogy a diákok nem csak gyerekek lehetnek, hanem felnőttek is. Persze itt most nem az általános iskolában ragadt felnőtt tanulókról beszélek, hanem a felnőtt oktatásban lévő tanulókról. Egy felnőtteket tanító tanár arról számolt be, miként tudta egy betegesen okoskodó diák pokollá változtatni az előadásait és a bemutatóit. A tanár elmondása szerint ugyanis volt egy diákja, aki folyamatosan magyarázott neki az előadásain, sőt időközönként még a szavait is kétségbe vonta, és nem lehet, hogy a Harry Pottert olvastad, Geri? Megpróbálta kioktatni őt. Nincs is rosszabb, mikor valaki mindenkinél okosabbnak hiszi magát. Azért... a felnőtt oktatásban ragadt diákok kifejezése csöppet erősnek érzem. Azt hittem, engem fognak kikenszölözni a videó után, de azt kell mondjam, Geri, hogy ha eddig megosztó voltál, ez nem fog rajtad segíteni. Ezt a történetet... Mi az ciki, ha egy felnőtt tanul? Mesélő tanárunk is így gondolta, ezért egy napon, mikor végleg betelt nála a pohár, fogta magát és elmagyarázta a végtelen tudás birtokában lévő diákjának, hogy amit művel, az bizony tiszteletlenség. De ez csak simán faszkalapokról szól ez a videó. Tehát, hogy igen, minden társaságban vannak emberek, akik egyszerűen barmok, és nem érzik, hogy gáz, amit csinálnak. Üzenet valamilyen formában eljuthatott a címzethez, hiszen a következő napon küldött egy levelet a tanárjának, aki szerinte bocsánatkéréssel tartozik neki ezért a kijelentéséért.
Az ilyen emberek amúgy körülbelül annyira hasznosak tudnak lenni, mint két pillangó egy építkezésen. Azt a mindenit, Geri! Azt a mindenit! Geri, fogjuk vissza, Geri, azt most már úgy küldöd el az embereket, hogy Jézus, azért ne túlozzunk már! 8. Twerkmester. Egy tanárnő egy kellemetlen élményről számolt be, mely az egyik fiú diákjával esett meg. Mielőtt rosszra gondolnátok, a diák csak annyit csinált, hogy az iskola harmadik napján oda sétált a tanárnőjéhez, majd oda nyomta a fenekét a tanárnő ágyékához, és riszálni kezdte azt. Na várja, de fiú volt vagy lány? Na most már gondolhattok rosszra. Persze a dolog a valóságban nyilván csak ford... Mi ez a stock fotó a smirkelő kislányról? Fordítva működött volna, a tan... Fiú ment oda twerkelni? Az igen! Hát az... Nárnő mégsem hagyta annyiban a dolgot, és behívta a gyerek édesanyját, hogy megbeszéljék a dolgokat. Igen? Mikor a tanárnő demonstrálta a helyzetet, az anyuka megkönnyebbülve legyintett, majd azt felelte, ez nem olyan nagy probléma. Na, nekem is ezt szokta csinálni. Mindig mondom a gyereknek, hogy mossa meg a fogát, azt oda jön twerkelni előim is. Hát ez valamiért beragadt a kis jocikának. De azért, mert miközben szép L'Oreal-lal ott csinálom a körmömet, meg a pillámat. Nem szeretném, hogy egyetlen leválthatatlan... De most a besugó a Sky Showtime-on megy. Hű. Ember legyen az ország élén. Hát már elég hányattatott sorsa van ennek. Azt szeretném, hogy legyen 10 millió. Hát legalább fönn van valahol. Az anyuka gyereknevelésből csillagos ötöst érdemel, hiszen ez bármennyire is semmiségnek tűnik, hatalmas tiszteletlenség a tanárokkal szemben. Ilyet bármennyire is jó pofa, nem csinálunk, ha van bennünk egy kis tisztelet a tanáraink felé. A twerkelős diákot minden esetre áthelyezték az iskola egy másik részlegébe. Ahol a székhez vannak kötözve, vagy... Vagy az áthelyezéstől miért oldódik meg a twerkelési probléma? Nem tudom. Nem tudom, mire számítottam, hogy mit fogunk ebben a videóban hallani. Nem tudom. 7. Védelem alatt. A lopás bűn. Bármit is lop el az ember, bármennyire értéktelen dologról is legyen szó, mások tulajdonának az elsajátítása törvénybe ütköző, undorító dolog. Jó, nyilván nem gondoltam, hogy így nagy ellenfejlődésem fogok keresztül menni a top 10 neveletlen diák videótól. Meg én mindig rosszul érzem magam, hogy prédikálok és kimondom a nyilvánvalót, és azért haszontalan gondolatokkal fárasztalak titeket. Lopni rossz, srácok. Így gondolta ezt az a tanár is, akinek az egyik diákja mindent ellopott, ami csak a keze ügyébe került. Az említett diák minden nap megtöltötte a táskáját lopott cuccokkal, majd fogta és szépen eldobálta azokat. Bár a tanár... Na, ez tetszik! Tehát ez a ellopom és eldobom... Tehát ez ugyanaz a dilemma, mint a kerékbilincs. Tehát, hogy rossz helyen állsz, kerékbilincs, ott maradsz, bassza meg! Nagyon jó. Ellopom, hogy nem lesz az enyém, de a tiéd se meg. Jaj, lenémítottam. Várjál, Geri, mondjad. Majd fogta, és szépen eldobálta azokat. Bár a tanárok tudták ki a tettes, hiába hívták be a fiú szüleit, ugyanis azok nagyon befolyásos emberek voltak, és nem tudták rá bizonyítani, mert nem voltak nála lopott cuccok. És a gyermeküknek bőven elég protekciót biztosítottak. Ám protekció ide vagy oda, az egyik alkalommal, mikor a fiú egy pillangókést vitt magával az iskolába, és az órán a társainak mutogatta, az órát tartó tanár megelégelte a történteket, és kizavarta a diákot. És lelőtte. Ott a teremből. A feldühödött fiú ezek után ráordított a tanárra, majd beállt a sarokba, odavizelt és kirohant az osztályból. Persze a későbbiekben a ragadós kezű tolvajfiú semmiben sem lett sikeres. Anyuci és apuci protekciója nyilván határokkal rendelkezett. Geri, ezeket a sztorikat te írtad? Hogy így...
Egyszer volt, hó nem volt. Ért egyszer egy diák, aki nem tudta, hogy lopni rossz dolog, de mindent megengedhetett magának, mert az apukája volt a fele királyság ura, az anyukája meg a másik felének a ura. Egy szép napon, miután már mindent ellopott, egyszer csak rajta kapták a lopáson, osz jó kizavarták az oskolából. De ő még ekkor sem értette meg, hogy eltulajdonítani másoknak a birtokait nem szép és böcsületes dolog. Ehun aztán a fiú folytatta bűnözési tevékenységét, de nem ért el sikereket az életben, nem lettek barátai, magányosan élt, és nem tudták eljuttatni neki a birtoklapon szereplő királyságot a szülei örökségként, mert jöttek a törökök. Így aztán egyedül élt, míg meg nem halt. Vége. Hatodik. Nekem jobban tetszett az enyém. Én hatodik, de most már durvulunk. Elni mindig lehet. Sajnos nem minden iskola az, aminek látszik, vagy mint aminek lennie kéne. Ilyen volt az a történetünkben szereplő nem túl népszerű iskola is, ahova csupán azért jártak a diákok, hogy diákhitelt vehessenek fel. Hogy tessék? A történetet elmesélő tanárnak fogalma sem volt ezekről, mikor az említett iskolába ment tanítani, így próbálta úgy kezelni a diákjait, mintha ezt egy teljesen hétköznapi iskolában tette volna. Így mikor az egyik diákja arról írt eszét, hogy az egyik tanárját, aki az állításai szerint átverte őt, ő beperelte és nyert, a tanár fogta az eszét és megmutatta az igazgatónak, aki annyit mondott, ha jót akar magának, akkor jó osztályzatot ad az írományra és csendben marad. Mivel a korrupció. Korrupció. Ez komolyan mondom, olyan, mintha 10 parancsolatot néznénk. Ne csaljál, ne lopjál, ne böcstelenkedjél. A tanár nem akart perköltségeket fizetgetni, ezért megfogadta az igazgató szavait, és inkább megalázkodott. Bárhol is legyen ez az iskola, sajnál... Amúgy tudjátok, hogy mi kezdi lassan a receptoraimat kiégetni? A zene, ami alatta megy. De ez csak most tűnt föl. Állatos, hogy ilyen intézmények és természetesen ilyen diákok léteznek. Hát ez valami csodálatos. Én most a kutyát is beengedem most már, mert kapar a stúdióajtón, Geri. Nem bírok magammal. Hát megkorrumpálták az iskolát, Geri. Hát ilyet már. Ilyet már. Olyan mondom! Eszi, mit gondolsz erről? Hát megkorrumpálták a igazgatót! Azt meg kellett hajolnia a tanárnak! Ilyen van? Hát ki vagyok már teljesen, hogy ilyen hogy lehet? Ötödik. Agyas diák. Az Amerikai Egyesült Államokban megszokott a tanórákon való állatok boncolása, és amúgy, most... csak hogy... Tehát... Elnézést kérek mindenkitől. Nagyon próbálok hozzátenni a videóhoz. Beszéljünk arról, hogy tényleg egy érdekes kérdés, amiről lehet vitatkozni, akár komment szekcióban pro és kontra. Most csak ez a perelésről jutott eszembe. Hogy számomra nagyon szomorú az a standard, hogy a tanároknak egyre kevesebb joga van egyébként nevelni a diákokat. És itt most nem arról van szó, hogy apáink mondták, hogy bezzeg, amikor én szemtelen voltam, akkor a méterrúddal rápasztak a nyakamra. Tehát nyilván nem kell túlzásokba se esni, meg nem az a megoldás, hogy a rossz diákot verni kell a tanárnak, de hogy tényleg azok a sztorik engem is fölcsesznek, hogy nem lehet már rászólni se a gyerekre, aki fingik a hátsó sorba, mert bejön az anyja és bepereli a tanárt. Tehát, hogy... meg nem lehet szamárpadba ültetni, meg mit tudom én. És nyilván egyébként tök sokat fejlődött az emberiség, hogy sokkal okosabban tudunk már hozzáállni papíron ahhoz, hogy egy egészséges mentális fejlődéshez mit lehet egy gyerekkel csinálni, mit érdemes, mit nem érdemes, de hogy azt azért nem szeretem, amikor ilyen hópiheként vannak kezelve, hogy jaj csak gyerek, hát nem szabad neki, hadd csinálja, majd kinövi. Tehát, hogy azért azt lássuk már be, hogy a gyerekek az életüknek hány százalékát, vagy a 18 évet gyerekek hány százalékát, mennyi időt töltenek az iskolában. Tehát, hogy muszáj nevelni a tanárnak a gyereket.
Ez, hogy a tanár nem csak azért van az iskolában szerintem, hogy leadja a tananyagot, hanem azért, hogy nevelje a gyereket, és igenis, csúnyán szólva, anyja helyett, anyja meg apja helyett apja legyen, nem kell túlozni, de hogy ez ilyen a fontos dolog, és szörnyű, hogy sok szülő meg ilyen 100%-ig elfogult, amit mondom, hogy az én gyerekem az nem, az biztos, hogy nem, az én gyerekem nem gyújtja meg a fingját. Hát de lehet, hogy ezt csinálta, el kell vele beszélgetni róla, tehát hogy nem tudom. Nyilván az én generációmnak is rengeteg dilie van, hát itt beszélek az interneten egy webkamerának normális, ez nem, de hogy azért föl tudtunk nőni úgy, hogy igen, mi is rosszak voltunk, de féltünk, vagy tiszteltük a tanárainkat annyira, hogy tudtuk, hogy hát azért baj lesz, hogyha ezt megcsináljuk, vagy kiderül, vagy volt egy határ, ami miatt tudtuk, hogy mi legalábbis bennünk az volt, és ezt nyilván ne vegyük általánosításnak, meg aki fiatal és nézi ezt a videót, nyilván ne vegye magára, tehát mi azért fostunk attól, hogy szülőin behívják a szüleinket, és mit fognak mondani, mert a mi szüleink elhitték, amit nyilván általánosítok, hogy a tanár azt mondta, hogy főgyújtottam a függönyt, akkor anyám el fogja hinni, az meg nincsen PlayStation, tehát hogy... És ma meg egy kicsit azt látom, hogy így hiába hivatják be a szülőt csomószor, nem azt fogja mondani, hogy megbüntetem a gyereket, hanem azt, hogy nem úgy volt, az enyém jó gyerek, meg amúgy mi közöd van hozzá, miért bünteted meg? És így nekem nem tetszik, hogy ebbe az irányba változnak a dolgok. Nyilván nagy általánosításokat mondok, nem igaz mindenkire, meg nyilván megint egy külön téma a tanárok helyzete, ami szörnyű és vállalhatatlan, amilyen helyzetben a tanárok vannak, hogy mekkora szopás nekik ezt az egészet kordába tartani, mert végsősoron a tanárok vannak a legrosszabb helyzetben, hogy nekik kéne nevelni a gyereket, és nem lehet nekik, eleve megtiltják nekik, és őket rúgják ki, meg az ő idegrendszerük megy tönkre a szülőktől, de legalább cserébe lófaszpénzt se keresnek, tehát hogy zseniális. Na, bocsánat, hogy kitértem így erre, nyilván ez egy bonyolult téma, inkább csak így feldobtam nektek, hogy legyen miről beszélgetni a komment szekcióban, miután Geri az összes agysejtjünket elpusztítja. De oda akartam kiukadni, hogy szar a tanároknak, és beszéltünk már a PC-ségről, meg a hopiheségről sokat, és sok-sok pozitív hatása van. Ezzel kapcsolatban is tök jó, hogy sokkal értelmesebben fel tudjuk mérni, hogy az mondjuk nem megoldás, hogyha mindenre körmöst adunk a gyereknek, mert nem attól lesz megnevelve, de az meg a rossz megoldás, hogy rászólni sem lehet már lassan a neveletlen diákra, mert a tanár van beperelve. Tehát, hogy itt is így a középutat kellene megtalálni, a tanárokat meg megfizetni normálisabban. De nyilván ez is egy olyan téma, hogy igen, de a tanárok is szarok, igen, kurva sok szartanár is van, aki meg egy fityinget nem érdemelne, és tök sok diák van, aki tök jogosan van kiakadva a tanárára. Hát nyilván azért nehéz ebbe általánosítani, mert nincs olyan, hogy mindig a tanárnak van igaza, és a mai diákok csak Fortnite-ozni szeretnek, és hülyék. Én ebben nem hiszek, tudom, hogy sok korombeli eleve úgy áll ehhez a kérdéshez, hogy a mai fiatalok éhen fogtok halni, szarok vagytok. Nem, ez egy fasság, mi ugyanannyira mások voltunk, mint a mi szüleink, és akkor minket néztek fasznak, ez nem így van. Rendszer szinten kellene egy kicsit így a hozzáálláson talán javítani, se nem csak a diákokra, se nem csak a tanárokra rátolni, de hogy én most csak ezt a nem szabad a tanárnak semmit példát akartam kiemelni ebből a top listából, de átadom a szót Gerinek. És rossz helyen van a space-em. Nem akarok írni a chatre, ott space. Az Amerikai Egyesült Államokban megszokott a tanórákon való állatok. Ez nem csak Magyarország. A Magyarországon a fizetés az egy krízis kérdés, csak is leves, de nézd meg egy Amerikát, bármit. Tehát a tanárokat perelik szarrába az meg, mert nem úgy szólt a diákhoz, ahogy a szülőnek tetszett. Ez nem ilyen, ezek a magyarokban, ezek se... Nem, ez világszinten van baj. Ebből a tanár-diák viszonyból sajnos. Boncolása, és most kiderült, hogy a bárányagy boncolása sem idegen a számukra. Egy tanár... Hogy tessék, Geri? Várjál, ezt visszatekerem, elnézést. Át kell, az agyamat vissza kell butítanom egy picit. Egy Egyesült Államokban megszokott a tanórákon való állatok boncolása, és most... Há persze minden szerdán ott választanak valami négy lábút. Kiderült, hogy a bárányagy boncolása sem idegen a számukra.
Egy tanár története szerint ugyanis éppen bárányagyakat boncoltak, mikor az egyik diák 5 dollárba fogadott az egyik barátjával, hogy megmeri nyalni a 3 napja formaldehidben ázó bárányagyat. Na jó, ha nem is ezzel a konkrét példával, de ne mondjátok, hogy ezeket a fogadásokat nem érzitek át. Jó, itt sajnos, itt az a szituáció áll fent, amikor az intelligencia korlátai sajnos elérték a csúcsot, és a veszélyesség oltárára átléptünk, de hogy a hülye fogadásokból szerintem mindenki tudna sztorikat mesélni, csak hát általában jobban érezzük, hogy hol a határ. A fiú nem tökörészett sokáig, szépen alaposan végignyalta a gusztustalan. Hang vagy, nem mered. Manapság van erre valami trendi szöveg, fiatalok? A hang vagy az volt ilyen 5-10 éve volt a hang, 5 éve volt a hang vagy. Amikor még én diák voltam, nem volt hang vagy, akkor szerintem a nem mered volt. Most már van új. A nagyacskát, majd bezsebelte a ropogós 5 dollárost. Miután az osztály többi tagja is körbeült a fiút, hogy megcsodálhassák az attrakciót, az fogta... A nyuszi vagy McFlyt, azt már nem mondjad, azt már nem értik. ...és ismét végignyalta a bárányagyat. Mikor a jelenlévő tanár erre fel... Puding. Puding. Szerintem a puding is már kiment az izéből, nem? Elfigyelt, azonnal a fiúhoz rohant, és közölte vele, hogy ha valóban megnyalta a boncolásra előkészített szervet, akkor azonnal orvoshoz kell mennie, mert a forma... Akkor ránt! ...dehid méreg. A fiú erre megdöbbent, majd még egyszer végignyalta a méregben ázott agyacskát. Így van, zmeg! Ha hülye vagy, akkor már fullba nyomd a kretént, ez az! Negyedik. Hálátlan. Ez az. Ha már meg kell szódni, akkor meg kell szódni. Ez a GG. GG. Érted? Ő nem volt hang. Ő nem volt hang. Szerintem bőven akad olyan közületek, akik utálják az iskolát, hiszen ezzel én sem voltam másképp, de azért az ember mégis megpróbált. Én is utáltam az iskolát, de szerettem bejárni, mert jó volt a közösség. Hát magát a sulit azt nem szerettem, de amúgy fasza volt. Nem tudom. Én imádtam a gimis éveimet. Jó sok szenvedés volt, az ember nyilván tínédzser, csúnyán nézett rá a krássa, és 3 napig úgy érzi, hogy vége az univerzumnak, és ezeket megszenvedjük, de a gimis évek a legszebbek szerintem. Én nagyon visszasírom. A teljesíteni, hogy hamar túllessen az egész. De egyébként meg tök érdekes, hogy mások, és ti is vagytok itt sokan, mások meg nem találják meg a közösséget a gimibe, és gyűlölik az meg minden percét, mert nem szeretik az osztálytársaikat, vagy a tanáraikat. Én imádtam a gimit. Nekem meg az egyetem volt az, amit annyira nem szerettem. Az egyetemi éveimet szerettem, mert maga az egyetemi közeg annyira nem volt jó, csak egyetemi staként a korábbi haverjaimmal mentünk egyetemi bulikra. De ez mindenkinek más, ki mikor kerül be milyen közösségbe. Hiszen. Ezzel Kyle is majdnem így volt, annyi kivétellel, hogy ő csak utálta az iskolát, de teljesíteni egyáltalán nem akar. Kyle ugyanis még 17 évesen, 2 gyermek apjaként is 8-os volt. Hú, várjál, ez nagyon sok szám volt most, Geri. 17 évesen volt 8-os, és volt már 2 gyereke. Hát, figyelj, hát sokat dolgozott az ágyba. Nem volt ideje tanulni. Biztosan nem lehet kellemes ilyen idősen az általános iskola padjait koptatni, de ha az ember nem tesz ellene, akkor hogyan várhat el segítséget másoktól? Így van, mondjad meg neki, Geri. De Kyle még a segítséget is megkapta az egyik tanárjától, aki amellett, hogy támogatta őt, még ruhákat és könyveket is vásárolt a gyerekeinek. Azt a mindenit. Egy ilyen embernek csak is hálásak lehetünk, nem igaz? Hát attól függ. Kyle ugyanis ocsmány módon viselkedett a segítséget nyújtó tanárjával. Bár az említett tanárnak rosszul esett a rengeteg bán... Én nagyon nem... Én ilyenkor mindig megbánom. És tényleg rosszul érzem magam. De nem bírom nem kimond. Ilyen unalmasan történetet mesélni. De lehet, hogy velem van a baj. Na mindegy. Sajna, bocsánat, hallgatom. Amit Kyle-tól kapott, az mégsem tagadta meg az elkeseredett fiútól a segítségnyújtást. Ez minden esetre dicséretre méltó. Harmadik. Ördögfajzat. Ó, ördögfajzat! A kis huncut? Mit csinált? Biztos ti is ismertek olyan gyerekeket, akik az egyik pillanatban kezes bárányok,
a másik pillanatban pedig... Meg egy kis ördög fajzattá változik! A Ferike! Egy kis ördög. Egy viselkedészavaros iskolában tanító tanár ezt minden nap megtapasztalhatta, ám volt egy eset, mely még az ő számára is... Új Botanic Therapy Magnetic Charcoal, tisztító szénnel és fekete magol... Halljátok? Ahogy elmúlt a zene? Mint hogyha, nem tudom, egy ilyen, egy vérrögöt kiszedtek volna az agyadból. Egy kicsit nincs az a zene. Akár 72 órán át hidratálja. Különleges volt. Egy napon egy gyereket helyeztek át hozzájuk, aki a leírások szerint különleges odafigyelést igényelt, és a többiektől való időnkénti elzárásra volt kötelezve. Az biztos segít a viselkedés zavaron. Mivel a gyerek nagyon jól viselkedett, és semmi baj nem volt vele, ezért a tanárok eleinte azt hitték, hogy rossz gyereket küldtek hozzájuk, ugyanis a fiú viselkedése egyáltalán nem egyezett a leírtakkal. Aztán egyszer csak 3 nap után elkezdtek hullák előkerülni a szekrényből. Bocsánat! És mint kiderült, a kis Richardka egy pszichopata tömeggyilkos. A bocsánat, meghűltem ettől a videótól teljesen. Hogy legyen már valami backstory. Kicsit dobjuk fel ezeket, Geri, zveg, mert ide halok. Ám ez az időszak mindössze 3 hétig tartott, mikor is a gyermek viselkedése megváltozott. Addigra betelepítette a robbanógránátokat kedvesen körbe a tanterembe! Eleinte csak szöszmötölt az órákon, és nem végezte el az órai munkát, majd később előbújt a gonosz énje is. Geri, te tanár vagy szerintem amúgy, most vald be az igazat, jó? Vald be az igazat, Geri, hogy tanár vagy, mert ezt a szót, hogy eleinte csak szöszmötölt, ezt egy tanár írta, bazd meg ezt a videót, ez biztos. A fiú egy idő után kezelhetetlenné vált. Ez időtájt az egyik diák éppen elvesztette az édesapját, és nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Meglepő módon... Meg fogom sérteni a lányokat, felkészültetek? A nők szoktak így mesélni. Ezt most minden férfi társam érteni fogja, és minden lány meg fog sértődni, de ki kell mondanom. Tehát, hogy az megvan, hogy megkérdezed a barátnődet, feleségedet, csajodat, hogy mi történt. Hát voltam a boltba, és elmentem a boltba, és akkor volt ott a boltba, ott leparkoltam, pont egy sárga Suzuki mellett parkoltam le, képzeld el, hogy ott volt a sárga Suzuki, és pont láttam, hogy eszembe jut. Mi a lényeg? Mondjad! Mi a lényeg? Mit vettél? Módon a nemrég érkezett kezelhetetlenné vált fiú volt az egyetlen, aki a gyászoló diák segítségére sietett, ám mint később kiderült, mindezt a saját szórakoztatására tette. A kegyetlen fiú ugyanis örömét lelte mások szenvedésében. Akárhány éves is legyen az ember, ez akkor is undorító és hányingerkeltő. Más. Ennyi volt a sztori! Ennyi volt! Tehát most várjál, nem figyel! Tehát annyi volt a történet, majd lemaradtam, annyi volt a történet, hogy a gyerek örömét lelte mások szenvedésében. Ennyi volt a történet? Mi a fasz? Kezelhetetlenné vált. Ez időtájt az egyik diák éppen elvesztette az édesapját, és nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Meglepő módon a nemrég érkezett kezelhetetlenné vált fiú volt az egyetlen, aki a gyászoló diák segítségére sietett, ám mint később kiderült, mindezt a saját szórakoztatására tette. De nem derült ki arról, hogy miért változott meg a viselkedése? Egyetlen fiú ugyanis örömét lelte mások szenvedésében. Akárhány éves is legyen az ember, ez akkor is undorító és hányingerkeltő. De ezt most úgy mondod, Geri, mintha számon akarnád kérni a viselkedészavaros mentális betegséggel küzdő kisfiút, hogy ez undorító dolog. Hát ilyet? Hát kinevetni másokat? Tudtátok, hogy kinevetni valakit, akinek meghalt az apukája, csúnya dolog? Hát ez undorító viselkedés. Ilyet? Nevedd elő a kukidat, Ferike, az osztály közepén, ez? Hát ez nagyon illetlen tevékenység. Hát ilyet hallottál már? Hát ilyet csinálni te? Hát... Ilyet... Ne vágjad ki a kiskutya belit! Normális vagy? Nem szabad kivágni a kutyusnak a szívét? Miért csinálsz? Egy ezen a szinten... Na, bocsánat, befogom a pofám. Mindjárt vége. Második. Betörő.
Egy tanár elmondása szerint az egyik diákja, aki a trehánysága miatt bukásra állt, egy szörnyű bosszút eszelt ki azért, mert eszetlen volt és nem tanult egész évben. Nyilvánvalóan ezért másnak kell bűnhődnie, mert nem azért nem tanult, mert lusta volt, hanem mert csak. Szóval az egyik éjszaka az említett diák... De amúgy ilyenkor az jut eszembe, hogy amikor olyan szülői levelet kapok, hogy csúnyán beszélek és néz téged a 10 éves fiam, nem szégyellem magadat, hogy amúgy ezt várják tőlem. Hát, hogy ilyen videókat kéne csinálnom ezeknek a szülőknek. A kis Petike nagyon eszetlen volt, nem tanult egész évbe, azt hitte, hogy az teljesen rendben van, hogy csak hanyigálunk, szórakozunk az órán, meg a telefonunkat nyomkodjuk, de nem szabad, nagyon ráfizetett a végén. Néhány haverjával betört az iskolába, és a macskaboncolásra előkészített laborba mentek. Igen, jól hallottátok, macskaboncolás. Az amerikaiak ilyeneket is csinálnak. Ahol Jézusom. Eldugították az összes lefolyót. Szerenit Amerikába kellett volna iskolába járjál. Majd kinyitották a csapokat. Ám a bosszú hadjárat itt még nem ért véget, ugyanis ezek után... Ez amúgy eddig egy kurva jó prank. A diákok az összes boncolás céljából elaltatott macskát széttépték. Jó, eddig volt jó. És szétdobálták a laborban. Másnap reggel a labort 3 centi mély víz borította, és mindenhol macska testrészek hevertek. A diákokat ezek után nem rúgták ki, és büntetésük is csak annyi volt, hogy újra kellett padlózniuk a labort. Azt hittem, hogy össze kellett rakni a macskákat! A történetben minden bizonnyal a feleslegesen elaltatott macskák húzták a legrövidebbet. Hűha! Betörtek az isibe és kinyitották a csapot. Jó, a macskás rész egy pöppet erős volt. Első. A vízinaplopók! A vízinaplopók, Kevin! Cső. Tűzriadó. Na nézzük, top 1! Ezért szenvedtünk eddig, top 1! Top 1, kussolok. Hallgassuk végig, Geri, a színpad a tiéd! Az egyik nagy veszély, ami egy iskolát fenyegethet, az a tűz. Tudom, sokan itt arra gondolnak, hogy bárcsak leégne az iskola, és akkor nem kellene iskolába járni. Hát el kell szomorítsak mindenkit, hogy az iskola leégésével nem szűnik meg a tankötelezettségetek, így ugyanúgy iskolába kellene járnotok, csak minden valószínűséggel messzebbre, de az biztos... Geri, téged vertek az osztályba? Beszéljünk róla. Vicceltem, bocsánat. Hogy egy új, ismeretlen helyre. Persze ez a már nem tankötelezett diákokra nem érvényes. Emellett a tűz nem játék, és elképesztően veszélyes. Nem, most itt ez volt. Az iskola vezetősége nem véletlen gyakoroltatja a tűzriadó esetén való menekülést, hiszen ez egy nagyon komoly dolog. Ám sajnos ezt nem mindenki veszi komolyan, köztük az a történetünkben szereplő diák sem, aki egy valós tűzriadó alkalmával bezárta egy tanárját az egyik osztályterembe. Mivel a diák utolsóként hagyta el az iskolát, ezért senki sem vette észre a bentrekedt tanárt, aki egy órán keresztül állt befogott fülekkel a hangos tűzjelzők miatt. Szerencsére a tűz, ha volt is valójában, nem terjedt el, így mire a tűzoltók kiértek, a tanárnak némi fülcsengésen és esetleges fejfájáson kívül semmi baja nem esett. Ez kurva. Persze az eset után még hetekig hallgathatta a diákok szekálgatásait. Elszomorító... Szekálgatták, egy kicsit megszekálgatták a tantónénit. Hogy itt bár a tanár volt az áldozat, mégis neki kellett meghunyászkodni a történteket követően. Ez az egész sokkal komolyabb annál, mint hogy ezután nevetgéljen rajta az ember. És tudom, hogy az eset valószínűleg az Amerikai Egyesült Államokban történt, de ígérjétek meg, hogy ti soha nem fogtok ilyeneket csinálni. Soha. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok! Szia Geri, köszönjetek Gerinek, ez az! Megígérem, Geri,
Hogy te ígérd meg, hogy nem haragszol meg rám nagyon, amiért itt vicceskedtem veled, Geri. Én bocsánatot kérek, neved magadra. Igen. Szóval szóval én így humorizálok, én csak viccelődök, de nem azért nevettem ki a Gerit, mert egyébként nem mondott igazat. Tehát nem szabad a tűzzel játszani, meg az ember, tehát veszélyes. Tehát az ember életet, azt becsüljük, jó? Tehát nem szabad főgyújtani az osztálytársadat, nem szabad gyomron szúrni, mert meghal, és az rossz meghalva lenni, mert akkor nem élsz. Tehát, hogy ilyet ne csináljunk, légy szíves, a másikkal, de egyébként a bullying sem menő. Tehát másokat kinevetni azért, hogy neked jó legyen, az tehát nem jó. Addig jó, amíg mindenki nevet, nem a másik kárán nevetünk, ez fontos, és tehát ezért a mentális épségére is egy ki... Miért villog a kamera? Vigyázzunk a másiknak. Igen. Légy szíves, ne drogozzatok, ez nagyon fontos, mert károsítja a szervezeteteket. Tehát, hogy meghaltok, és ez ugyanúgy azért rossz, mint a tüdőn szúrni a másikat, mert ugyanúgy rossz meghalva lenni. Ne alkoholizáljatok, mert az is az agysejteket rombolja. Tehát nem azért mondják, hogy ne igyál 10 évesen sört, mert azt akarják, hogy neked rossz legyen, miközben látod, hogy apa minden este lehúz belőle 8-at, és ettől milyen jókedvű, hanem mert neked még fejlődik az agyad, és sokkal jobban hat a fejlődő agyadra az alkohol, és nem tud kifejlődni, és seg hülye maradsz egész életedbe, és seg hülyének lenni azért rossz, mert az már majdnem olyan, mintha meghaltál volna, hogyha seg hülyén élsz. Igen, ne lopjatok, mert más tulajdonát elvenni nem szép, mert ő azért megdolgozott, ahhoz, hogy valamit birtokba vehessünk, ezért dolgozni kell, és a dolgozás az embert farag belőled, a munka nem esít, ezt nem tudom, hallottátok-e a Jóska nénitől, Pista bácsi biztos mondta, hogy csak azt nem mondta, hogy ez mit jelent, de hogy azt jelenti, hogy dolgozni fontos, és jó, tehát, hogy ne lopj mástól, és igen, ne beszélj csúnyán, mert csúnyán beszélni nem vicces, mondjuk a haverjaiddal kicsit, de hogy egyébként meg a tiszteletlenség a másikkal csúnyán beszélni, úgyhogy max poénból egymással, de hogy a tanárral nem menő. Meg, tehát én tudom, hogy kemény vagy, de a tanár nagyobbat üt amúgy. Tehát Marika néni az opálgyűrűjével olyat baszna amúgy a homlokodra, csak nem lehet neki még, de dolgozok rajta, hogy lehessen. Mármint nem, tehát hogy igen. Mit hagytam még ki? Nem tudom, hogy hány évesek szintjén vagyunk. Nem tudom, hogy ki nézi ezt a videót. Így kell YouTube-ozni? Ez most jó? Ez itt csókolom. Mit mondjak még? Nem... Geri, toplisták, jó volt a videó, tanultunk belőle. Viccet félretéve, záró gondolat, viccet félretéve, amúgy. Nyilván valószínűleg nálam is egy csomó kisgyerek fogja megnézni a neveletlen diák videót. Szóval amúgy, ha már valaki ilyen toplistát, videót csinál ilyen gyerek témákról, nem fedhetem meg azért, hogy ilyen tök alap dolgokat mond. De nyilván az én agyam kiég rajta 30 évesen, hogy amúgy jó, csak nyilván nehéz belőnöm. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nyelvezet, meg ezek a tanácsok már egy 10 évesnek is így cringe. Tehát még így a 6 éves, meg az alatti gyerekkel beszélsz így, hogy lopni rossz. De hogy már az annál idősebb így ezt mondod, hogy csúnya dolog, kiröhög bazd meg. Tehát, hogy nekem ezért volt furcsa a videó. Hát nyilván én a másik véglet vagyok, amit nem kéne, de hogy ez egy kicsit így azt éreztem, hogy ez a videó vagy 1890-ben készült, vagy tényleg a 6 évnél fiatalabbaknak, amely esetben egyébként tök jó, mert
Hát nyilván igazakat mondott, tehát hogy nem menő dolgok történtek a videóban, csak így úgy volt megfogalmazva, hogy így meghaltam picit belül, de hogy amúgy próbálom megérteni a szempontot, meg megvédeni a készítőd, hát nyilván, hogyha de akkor miért nem a YouTube Kids-en van, vagy nem? Tehát ez a YouTube Kids szinten volt kicsit, úgy érzem, de lehet, hogy csak és a történet mesé... elnézést kérek az én nézőimtől is. Nézzetek szét a top listák csatornán, mert egyébként nyilván biztos, hogy vannak így jobban. Meg ez egy 5 évvel ezelőtti videó. Na, ez azért hangozzon el, jó? Tehát ha megnézzünk egy 5 évvel ezelőtti Nessai videót, valószínűleg még inkább kiégne az agyunk, mint mostani Nessai videóktól, úgyhogy ez azért hangozzon el, jó? Tehát 5 évvel ezelőtt én a kamera előtt azt sem tudtam mondani, hogy szia körülbelül, úgyhogy ez azért tényleg legyen elhangozva, és szőke is voltam valószínűleg, nem tudom, igen, úgyhogy ez azért hangozzon el. Geri, ezért sajnálom, hogyha véletlen ezt látod, és így én is előhoztam a PTSD-t belőled, azóta már nyilván te is biztos sokat fejlődtél, meg a te videódat látták 580 ezeren, nem az enyémet, szóval az anyámat, és neked van igazad. Köszi!